A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula pedagógus képző kar felvételi kampánynyitó estjén egy olyan eseményre invitálta az intézmény a jelenleg is leendő hallgatókat a Jate klubba, ahol egy közösséget alkotva információkat cserélhettek a karról, kapcsolatokat építhettek és beleláthattak, milyen érzés igazán jutyus hallgatónak lenni. A helyszínen került sor a Ma te és én című dal videóklip premierjére, melyet a kar dolgozói és hallgatói készítettek. A kar dékánja elárulta, hogy honnan jött annak az ötlete, hogy az idei tanévben egy buli köré szerveződjön a felvételi kampánynyitó esemény. Minden évben keressük a felvételi kampányunk kapcsán azt, hogy mivel tudjuk esetleg megújítani a kampányunkat, és az idei évben jött egy hallgatói kezdeményezés ötlet, miszerint egy videóklipet készítenének, egy kampánydalt, amiben gyakorlatilag a JGPK-s hallgatók, akik ezt készítik, elmondják a zene nyelvén, a saját nyelvükön, hogy milyen jugyusnak lenni, milyen érzés jugyus hallgatónak lenni, a jugyus közösséghez tartozni. És akkor jött ez az ötlet, hogy amennyiben ezt a kar támogatta, hogy egy ilyen klip, egy ilyen szám elkészüljön, akkor ennek a bemutatása egyben egy kampányító rendezvény legyen, amit tehát nem véletlenül az online nyílt nap elé két nappal időzítettünk. Úgyhogy ezt tekinthetjük egy ilyen próbának is, hogy egy nem annyira formális rendezvényel, egy klip bemutató, egy koncerttel, egy bulival próbáljuk megnyitni azt a kampányt, aminek végig is a célja pont a középiskolások, a fiataloknak a megszólítása. Cseh Attila, aki az eseményen debütáló zene szövegét írta, visszaemlékezett arra, hogy hogyan indult útjára a videoklip. Dallal kezdődött, amit a Covid után írtam közvetlenül, amikor elég kilátástalan volt, vagyunk el, a helyzet, és senki nem tudta, hogy mit hoz a jövő, de szerintem mindenki, aki úzenül gondolkodott és optimistán úgy gondolta, hogy amíg víz van a folyókban, és süt a nap, és a zuhanó műoldok nem esik az emberek fejére, addig még mindig van remény és pozitív kilátások. És ez a dal, amikor megíródott, főleg az is járt egyébként az eszembe, hogy nyilván ott vannak a fiatalok, akik visszajönnek, ismét megtelnek élettel az egyetem egyébként a hideg és üres falai, és mindez egy nagy reményre adott okot, és tulajdonképpen erről szól oda. És voltak éppen a fiatalokkal együtt, akikkel majd most együtt el is fogjuk adni akusztikusan ezt a dalt, ők feldolgozták ezt a dalt, videóklip is készült belőle, illetve a Neva Stúdió felvétel is, és ennek a bemutatója lesz egyébként ugye, a videóklip bemutatója lesz, és egyben egy is bemutatója is ennek a dalnak élőben, az egyéb koncertek mellett, és úgy gondoltuk, hogy miért ne lehetne ez a pozitív kicsengésű dal egyben a karnak a kampány dala. A videoklip énekese mesélt arról, hogyan teltek a forgatások. Két nap alatt forgattuk le a videoklipet, még a nyár folyamán, és rendkívül jó hangulatba telt, nagyon jól szerintem összeismerkedtünk, összebarátkoztunk, sok zenésszel most találkoztunk először a klip forgatása kapcsán, illetve a stúdió felvétel kapcsán a dalnak, de szerintem nagyon jó volt az iskola, különböző szegszugait is megismerhettük, különböző helyszíneken forgattunk kint a Hattyason, valamint a főépületben is, úgyhogy szerintem nagyon jól telt, mindent nevében elmondhatom. És hogy ezen kívül miért is érdemes a JGPK-t választani? Szóval az idei tanév egy különleges a karunk életében. Ez nagyon sok rendezvényünk volt már a idei össze, amikor elmondtuk, hogy 150 éves a Juhász Gyula pedagógus képző kar, és jubileumi tanév keretében ünnepli ezt a 150 éves évfordulóját. Ennek kapcsán mindig elmondjuk, hogy a legrégebbi pedagógus képző kar, legrégebbi ilyen intézmény vagyunk az országban. Az idejében nagy öröm ért minket azzal is, hogy a nyáron kijött adatok szerint a top 10 vidéki kar közé tartozik a Juhász Gyula pedagógus képző kar, ami azt jelenti, hogy a hallgatói létszám, a jelentkezők létszám tekintetében a budapesti intézményeket leszámítva a 10 legnagyobb kar közé tartozunk. Tehát, ahogy szoktuk mondani, most a legrégebbi közé tartozunk, vagy a legnagyobb közé is. És hát
azt gondoljuk mindezzel párhuzamosan, hogy a legjobb intézmények közé is tartozik a juhászat pedagógus képzőkar. Én folyamatosan most is járom az országot a beiskolázási kampány keretében. Tényleg minden második nap megyünk valahova, találkozunk a diákokkal, és nagyon-nagyon jó esélyezés az, hogy a legtöbb diák, amikor megkérdezem, hogy miért van Szegedre, sok minden indok, egyéb indok van, de az általános, elsődleges indok az, hogy hallotta valakitől, testvértől, ismerőstől, rokontól, hogy mennyire jó közösségi élet van itt a Judon. És szerintem ez az egyik legfontosabb dolog. Én is ide jártam, én azt gondolom, hogy azóta sem változott az meg, hogy az intézmény, amelynek ugye felsőoktatási intézményként célja a tudás, megosztás, a tanítás, az ismeretek átadása, de amellett egy olyan közösségformáló ereje is van ennek a karnak, amit azt gondolom jól kifejez majd ez a mai este is, meg a mai rendezvény, tehát számomra nem csak az a fontos, hogy az ismereteket átadjuk, hogy a tudományos ismereteket megtanítsuk, hanem egy olyan közösségi kapcsolatrendszert adjunk a hallgatóknak, azt, hogy ők tudják, hogy ez egy olyan család, amihez később is tartozni fognak, és mindig mindenkit szeretettel vissza is várunk erre a karra.